A Tolnai Nagyboldogasszony templom misenapja az idén különleges volt, hiszen ezen az ünnepen vehette birtokba a gyülekezet a megújult plébániai épületet, mely működik egyrészt hivatalként, közösségi térként és lakhelyként a mindenkori plébános számára. Az épület nagyon rossz állapotban volt, és közel 115 millió forintra volt szükség ahhoz, hogy jelenlegi állapotába kerülhessen. A közösség Udvardi György püspököt kérte fel az avatásra. Évek óta építkezünk. Évek óta tervezgettünk, és valami megszületett. Épületről is beszélhetek, de azt gondolom, hogy maga a plébánia szó is nem Kossuth utca 30-at jelent, egy házat ingósággal, falakkal, közösséget is. Valami megszületett. Nagy gondviselés is segített bennünket abban, hogy ez a 115 millió nem volt a bankszámlánkon, nem volt a zsebünkben. Volt valamennyi pénzünk, elköltöttük. Aztán valahogy még lett pénzünk, elköltöttük, akkor már nagyon úgy látszott, hogy nem lesz tovább pénzünk. És aztán megint lett valahogy pénzünk. Lépésről lépésre, nyilván ahogy a takarónkért, így próbáltunk építkezni. Ravasz Csaba plébános számára duplán örömteli a plébánia megújulása, hiszen hosszú évek után végre nyugat körülmények között tud majd dolgozni és lakni is. Udvardi György püspök arról is beszélt, az egyház számos intézményében hajt végre felújítást. Az elmúlt időszakban több mint 50 plébániát sikerült felújítani, megújítani. Mégpedig azért, mert a hármas célt tartjuk szem előtt, a plébánia épületnek meg kell felelnie annak, hogy hivatalként működjék, közösségnek biztosítson teret, és az ott szolgáló lelkipásztornak tisztes lakhatást. Ezt próbáltuk itt is, más helyeken is biztosítani. Ugyancsak örömet szeretnék megosztani ezekben a napokban. 45 meghaladó templomot, plébániát adunk át, így nem is elvárható, hogy munkatársaim minden ünnepségen ott részt tudjanak venni. Ez egy közös öröm. És közös öröm az, hogy vannak terveink itt a plébániával kapcsolatban is, ahogyan említettem, a egyéb jelentős tevékenységgel kapcsolatban is. És amikor most az Úr áldását kérem, akkor elsősorban mindazoknak a munkájára, életére, akik ebben részt vettek, és mindazoknak az életére, akiknek ezek a körülmények lehetőséget biztosítanak arra, hogy az Úrral tudjanak találkozni a közösség okán. A megújult plébániai épület a jövőben számos rendezvénynek is otthont ad majd.